A következő műsor megtekintése 12 éven aluliak számára nagykorú felügyelete mellett ajánlott. Jó estét kívánok! A Szegedi Borfesztiválról köszöntöm Önöket. Mai műsorunkban teljes egészében a 17. Szegedi Borünneppel foglalkozunk. Vasárnap este és hétfő reggel az időjárás zöldre fordult, de aztán megint megjavult a kiállítók és a vendégek legnagyobb örömére. Borászokat, borbarátokat, érdeklődőket várunk ma ide az asztalunk köré. Műsorunkat felvételről láthatják, ezért ma nem lesz játék, de azért tartsanak velünk. Bemelegítésként ismerkedjenek meg a fesztivál két törzstagjával. Egy-két különlegességet hoztam, ami itt Szegeden közkedvelt, ez például az egyik az édes sárga muskötáj, a másik a jégbor, ugyebár a megszokott okai dolgoknál az édes szamorodni háromputtonyos, különlegességképpen pedig a fajta szelektált hatputtonyos asszuk, tehát tiszta fúr, mint tiszta hás, tiszta sárga muskötájból készült asszuk, bár azoknak az ára azért egy ilyen borfesztiválhoz képest azért jóval magasabb. De ha valaki esetleg olyan borszakértő jön ki, az is tudja megkóstolni. Sok látogató úgy választ magának bort, hogy megnézi, milyen szakmai elismerésben részesítették azt, az üvegeken ugyanis a díjak is fel vannak tüntetve. Van olyan borunk itt, a 96-os furmintból készült hatputtonyos asszú, amely Budapesten kétszer nyert champion díjat, például Párizsban nyert champion díjat. De inkább az asszuk azok, amik nálunk inkább díjnyertesek. Még az alaborokkal egyelőre nem indultunk nagyobb versenyen, országos szinten igen, de még külföldre nem léptünk ki eddig. A borászat olyan, mint a képzőművészet, bár nem mindenben. Van egy olyan dűlünk, ami a nyúlászó dűlő, de ott többen vagyunk. Ugyanabból az évjáratból, mondjuk ugyanabból a szülőfajtából készítünk asszút, mondjuk 4 cég, 3 puttonyos asszút készít, mégis más lesz az ízvilág, hiába az alapanyag ugyanaz, hiszen magának a borásznak az egyénisége is hozzáadódik a bor minőségéhez és ízvilágához, illatvilágához. Ezért szoktuk azt mondani, hogy képzőművészeti ág, mert maga a borászat az egy művészet. Egyetlen egy problémája van a többi művészeti ághoz képest, ez állandóan változik. Tehát ez egy élő anyag, amit lepalackozunk, az fél év múlva mást mutat, egy év múlva, három év múlva megint mást mutat. Fejlődik, érlik, érlelődik a palacba is. Jelenleg kétféle irányvonal van, például asszú készítésnél is egy új stílus és egy klasszikus. Az új stílus, ez a nagyon friss gyümölcsös jellegek, inkább a virágillat, a tavaszi rét illata ízvilágában, nagyon friss gyümölcs ízvilága. A klasszikus ugyebár az pedig betartja azokat a lépéseket, ami kialakult 4-500 éve, hogy puttonyszál plusz 2 évig fahordóba érlelődik. Ezeknél a boroknál inkább az aszalt gyümölcs jelleg, sárga barack, őszi barack, a birsalma sajt, a zöld dió jelleg jön elő. Tehát így módon ebben a részben nincs rivalizálás. Ami inkább a fogyasztóközönség fele problémát jelenthet, ha valaki nem ismeri a pincészetet, hogy milyen irányvonalat képvisel, jelenleg még nincs feltüntetve a palackokon, hogy melyik ki. A monyog pincészet teljes mértékben a klasszikus irányt követi. Széles palettájában nincs olyan igény, ízvilág, amit ne tudnának kielégíteni. Hölgyek fele, ez az édes sárga muskata jégbor, tehát ez az édesebb kategória. Ugyanakkor van a férfiak számára is karakteres, száraz fúr, mintunk reduktív jellegben, vagy egy nagyon szép száraz sárga muskotáj. Tehát nekünk az a szerencsék Toka hegyaljával, hogy bármilyen fogyasztóközösséget meg tudunk célozni. Alapító tagjai voltunk ennek a fajta kezdeményezésnek. Én nagyon szeretem Szegedet. Vőmet is itt ismertem meg, tulajdonképpen pont egy ilyen boros rendezvény révén, tehát még családi vonatkozása is van. Nagyon sok jó barátom van, boraim is fogynak itt helyel közel, vannak partnereim Szegeden, és egyáltalán nagyon hálás közönséget találtam itt. Néha voltak mélypontok itt a fesztivál során is, vagy a vásár során, de én azt hiszem, hogy azért hűségesnek kell ehhez maradnunk, mert most megint jók a kilátások az idei fesztivál első napjai után. A tavalyi év az a szőlőtermés szempontjából elég gyenge volt. Villányban milyen borok lettek, és ilyenkor a borász mit tud csinálni? Hát igen, ez nem volt egy könnyű év. A dédnagyapám azt szoktam mondani, hogy azért nehéz a mi szakmánk, mert a műhelyünk fölött nincs tető, és ő egy nagyon bolcs ember volt, és én tanultam felnőttként is sokat tőle. Hát ez az év egy ilyen volt, nem tudtunk védekezni, egyszerűen
meg kellett alkudnunk azzal, amink van. Én ezt olyan értelemben tudtam megpróbálni, vagy megtenni, hogy kerestem a rozaimnak helyet, szerződéseket kötöttem már szeptember végén, amikor láttam, hogy ebből sehogy se fogunk tudni jól kijönni, és ami nem tetszett alapanyagként, abból rozét engedtünk le. Tudni, a rozéhoz nem kell egy túlélésben lévő szőlő, egy finom illat, jó technológiával, ez elérthető, és rengeteg rozét készítettem. Na most a hagyományos helyeimen ennyit nem tudtam volna eladni, ezért kellett újabb partnereket találnom, ez megtörtént, és hát most szépen elindulnak a rozék, át fogjuk vészelni ezt az évet, és meg megpróbáljuk gyorsan elfelejteni. A borkedvelőket azért vigasztalhatom azzal, hogy a 9-es évből származó gyönyörű tételek még hordóból nagy ígéretek, 8-ból, 7-ből pedig még vannak palackos tételeim, nem fogják észrevenni, lesz mit indiuk a finom ételek mellé jó borokból is. A Polgár pincészet egy hagyományos pincészet, és a termékeit is már jól ismerik a piacon, de vannak-e újdonságaik, amivel mostanában fognak előállni? Vannak újdonságok. A pezsgőnk az nem olyan nagyon rég jött ki, nagyon sikeres, budapesti első osztályú kitűnő hotelben fogadják a legnagyobb részét, alig tudok tulajdonképpen kis kereskedelme juttatni, a pincétől kapható még. Van egy fricánte típusú gyöngyöző borunk, ami éppen a gyengébb évjárat miatt adódott, ugye többlet a rozém, egy másfajta hasznosítást próbáltam, mi ezt ficánkának hívjuk, mert van erre egy szép magyar név, a nyugtalanságot, a zaklatosságot hirdeti ez a név is, ez egy szirá rozéból készült. Aztán van egy új összeállításon fehér borokból, régi magyar fajtákból, hástevelű, bánáti rizling, bakator, balafánt, ezek nagyon régi, szép magyar fajták. Az a véleményem, hogy nem kell mindig sárdonét inni, bár én azt is hozzáteszem, hogy nagyon szeretem a jó sárdonét, és nagyon finom bor is az, de néha azért az ember vágyik arra, hogy a régi magyar ízeket is megkóstolja. Nagyon szépen fogadják a vendégek, egy szép kis naturális, ilyen igazi kis házi kerti bort tudott ez a fajta összetétel kihozni, és hát reméljük, hogy ez újra lesz. Azon kívül, hogy ha még folytatni szabad. Rezisztens fajtákból telepítek, fajta jelöltekből telepítek egy kis ültetvényt, hogy ez egy olyan bioültetvény legyen, amit nem éjszaka permeteznek a gazdák, hogy a szomszédok ne lássák. Ugye ezt nem kell permetezni, ez genetikailag hordozza azt a jó tulajdonságot, hogy ellenálló a Amerikához származó gombabetegségek ellen. Lusztus Imre borászati szakértő első vendégünk, és egyben a fesztivál alapítója is, valamint régi újságíró kolléga, jó estét, köszöntelek! Szervusz, Tamás! 17. borfesztivál, mi az, ami megmaradt, és mi az, ami megváltozott a 17 év alatt? Velős kérdés. Hát ami megmaradt, az a bor, és a bornak a szeretete. Ami megváltozott mindenféleképpen, az a borértésnek a színvonala. Minden évben tapasztalható az, hogy egyre többet tudnak a szegediek, és ezt a borászbarátaink, a kiállítók rendre meg is erősítik. Nagyon élvezik az ország különböző pontjáról ide érkező borászok a szegedi milliót. Élvezik azt, hogy hozzáértő emberek állnak be hozzájuk a standokhoz, élvezik azt, hogy jó kérdéseket tesznek fel, jól kóstolnak, szeretnek beszélgetni, mert a borásznak ez a legfontosabb, hogy kapjon visszajelzést, és itt aztán bőven megkapják, és azt mondják, hogy az országban ez a legkulturáltabb és a legszínvonalasabb borfesztivál. És hát ugye két dolgot szoktak mondani, az egyik, hogy hozzáértők vannak, és a másik, hogy van forgalom, az sem mindegy. Hát egyáltalán nem mindegy. Mondjuk az biztos, hogy a borászok, nem akarom őket bántani, de hozzászoktak a síráshoz, mint mindenki ebben az országban, tehát el szokták mondani, hogy milyen nehéz és sanyarú a sorsuk, de hogyha alaposan megnézzük azt, hogy milyen forgalmat tudnak itt generálni, akkor abban biztosak lehetünk, hogy legalább az itteni költségeiket ki tudják állni, de inkább nyerességgel, eredménnyel mehetnek haza. Ez különösen a villányiakra és a tokaiakra igaz. Neked mi a tapasztalatod, a Szegeden inkább egy ilyen törzsközönség látogat ki, vagy van egy erős törzsközönség, vagy pedig eléggé változóak a vendégek köre? Hát szerintem van egy erős törzsközönség. Van sok olyan ismerős, akit egyébként is számon tudunk tartani, mint művelt borivót, akikkel a vinotékák, borkóstolókon, borvacsorákon szoktunk találkozni. Ők persze itt szinte minden nap itt vannak, kockáztatva az egészségüket olykor. És emellett pedig ugye van egy érdeklődő tömeg, amelyik valóban változó. Meg hát ugye nem szabad elfelejteni, hogy itt azért egy közel szekszárnyi ember él az egyetemen, és hát ugye ők évről évre mindig frissülnek, mindig cserélődik itt a garnitúra, a hallgatók ugye jönnek, mennek. Hát ennek következtében aztán tényleg van egy nagy tömeg, amely
amik újként nézne erre a csodára, amit úgy hívunk, hogy Szegedi Borfesztivál. Most, hogyha nagyon durván és kicsit igazságtalanul akarnék foglalkozni, vagy fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy 17 év alatt mi változott meg, hogy 17 éve mondjuk nem volt borkultúra, most meg már van. Hát 17 évvel ezelőtt most gondoljuk el, 1995-ben Frittmann Jánosék még azon gondolkoztak, hogy a kannás borukat hogyan tudják értékesíteni Soltvadkert és környékén. 1995-ben egyetlen egy olyan jó nevű alföldi borász volt, akit máshol is számon tartottak, Somodi Sándort, aki le tudta tölteni palacba a borát, és azzal már jelen is volt a forgalomban. 95-ben attól volt hangos a média, hogy bort hamisítanak az Aranyháromszögben, és mi akkor kezdtük el a Borfest Kecel és Akasztó háromszögében, vagy Kiskörös, attól függ, hogy éppen melyiket helyezik ide a bűnösöknek a listájára. Akkor még egyáltalán nem lehetett gondolni vagy sejteni azt, hogy a magyar borkultúra ilyen magas szintre el fog jutni. Van egy nagyon fontos lényegi kérdés egyébként, hogy akkor is és most is a Magyarországba forgalomba kerülő boroknak a túlnyomó többsége magyar volt, most is 95%, bármennyire is panaszkodunk arra, hogy itt van az olcsó olasz bor, mint veszélyforrás. Ennek ellenére a magyar élelmiszeripari, ha szabad ezt mondanom a borra, a magyar élelmiszeripari termékek sorában egyedül a bor az, amelyik Magyarországon monopól helyzetben van a saját piacán. Tehát a magyar bor végül is nagyon jó pozícióban van. Ez az állandóság, ami változott valóban a színvonal. Na most a következő ilyen magyar termék, ami következik, az a pálinka. Én szerintem annak is hasonló kultúrája kezd alakulni, és már ide a borfesztiválra is beszüremlett egy-két pálinkás gyártó, illetve stand. Ott is ilyen felfutásra számíthatunk majd, mint a bor esetében, vajon? Persze, ebben én biztos vagyok. Hát különösen azért, mert a pálinkát ugye eleve más nem is nagyon használhatja, néhány szomszédos ország bizonyos termékére lehet csak használni a pálinka kifejezést, tehát itt még inkább biztosított a monopól helyzet. A másik az, hogy nagyon-nagyon jó pálinka manufaktúrák jöttek létre Magyarországon. A harmadik, hogy az egyéni pálinka főzés lehetősége Magyarországon rövid idő alatt létre fog hozni egy olyan nagyon kívánatos helyzetet, mint amilyen a Vajdaságban ismert, ahol ugye minden második házban főznek javarészt kiváló pálinkát. És ez nem rontja a színvonalat, hanem ez biztosítja. Sőt, ez versenyképességet, vagy versenyt fog majd előírni, és versenyképességet fog majd elvárni a piaci szereplőktől, és még mindehhez még hozzájön az is, hogy az, aki művelten szeret alkoholt fogyasztani, az bizony beépíti a sorba előre a pálinkát, lehet, hogy a végére is a pálinkát, és közel pedig jönnek a borok. Még egy változás van, én szerintem, vagy nagy fejlődés a 17 év alatt, hogy a borászatnak kialakult a szaksajtója, meg a nyelve, ami meg is volt, de azért alakítottátok, vagy alakítottuk is. Itt is óriási a fejlődés, azt hiszem. Persze, és itt el kell mondani, hogy a Ruhály Mészáros páros itt a mindenféleképpen megjegyzendő és kiemelendő szerzőpáros. Ugye Ruhály Gábor és Mészáros Gabriella, akik évről évre kiadják a Borkalauzt, és amikor az első megjelent, akkor azzal tulajdonképpen meg is teremtették a borszakírásnak a nyelvezetét. És hát a nyomukban haladva többen vagyunk, akik hasonló módon meg tudunk szólalni. Van ennek egyfajta exakt nyelvezete, és az a jó, hogy ez már kezd leszűrődni a napilapos piacra, meg az elektronikus médiában ott is használják. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy savgerinc, vagy hogy lekerekedett savak, akkor már mindenki tudja, hogy miről beszélünk. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál, és Lusztus Imre is tagja volt a Borfesztivál borversenyi zsűriének. Minden zsűriben volt egy borászati szakíró is, ez is bizonyítja a sajtónak, milyen fontos a szerepe. A fesztivál az kezdettől hozzátartozik a borverseny, és a szakírók mellett borászok és tudósok is ültek a zsűriben. A részletes pontozóla feküdt előttük, ami a tárgyszerűséget volt hivatott biztosítani. Azt mondták, egy bor elbírálásához körülbelül 60% az teljesen objektív dolog. A többi az egyéni ízlés és ízlelés dolga. Összesen 116 termék érkezett, ebből 57 fehérbor, 38 vörösbor, 14 rozé,
3 pezsgő, és hát van 4 gyümölcskorunk is, amivel meg kell küzdenünk. A hivatalos ítészek 4 csoportba osztva bírálták el az egyes tételeket, mindenki egyedül pontozott. Voltak köztük borászok, kutatók és szakújságírók is. A borokat vakon kóstolták, nem tudták sem a fajtát, sem a termelőt. Ez a belövő bor, ez micsoda és ez mit célt szolgál? Igazából azt, hogy a többi bort, azt tudjuk mihez viszonyítani, mihez hasonlítani. Tehát tulajdonképpen egy alapot szolgál ahhoz, hogy elinduljon a verseny. Milyen bort szoktak egy olyan közepes minőségű vagy közepes évjáratú bort szoktak választani belövő bornak, vagy mi alkalmas? Általában egy olyan közepes megfelelő, tehát vagy a jobb kategóriából származó bort szoktak leginkább. Horváth Erzsébet nélkül el sem lehet képzelni a Szegedi Borfesztivált. Noha immár Budapesten él, idén is aktív szerepet játszott, ő szervezte meg a borversenyt. Én hívtam meg a borászokat, és közösen Kisari Istvánnal mi választottuk ki, hogy kik legyenek a bírálók, és mi döntöttük el a borversenynek a szabályrendszerét, tehát hogy hány pontos rendszerben bírálunk, 100 pontos rendszerben, valamint mi döntöttük el azt, hogy kik bíráljanak, és mi legyen az egész verseny metodikája. És itt szervezi a kóstolást, ez elég gyorsan, flottul megy, ez nagy előkészítést igényel? Elég sok előkészítést igényel, igen, több hét óta szervezzük. Segít nekünk a Hansági Iskola, ő küldi ezeket a nagyon ügyes tanulókat, és ezért mindig flottul megy minden. Az embernek vannak kedvenc borai, amiket szívesebben bírál, és amit nem szeret annyira, az kevésbé? Hát igen, én legalábbis úgy vagyok vele, hogy a fehér borokat jobban kedvelem, talán kicsit jobban ismerem, és talán kicsit jobban is értem, mint a vöröseket. Nem kóstolok elég vöröset. Egyáltalán nem kóstolunk eleget szerintem. Mennyire objektív a borbírálat, hogy mennyire szubjektív? Hát ez végülis egy helytálló leegyszerűsítés, hogy mint egy ilyen XY tengen van egy teljesen objektív része is, és van egy teljesen szubjektív, ez nem egy ilyen dodonai dolog, de az, hogy milyen a savtartalma, a cukortartalma, hogy milyen betegségei, hibái van, az egy nagyon objektív dolog. És aztán egy szubjektív rész, hogy éppen hogy érzi magát egy kóstoló, hogy épp szereti azt az illat, ízképet, avagy kevésbé szimpatikus neki. Sokan nem tudják, hogy a bírálathoz nem kell lenyelni a bort. Elég csak szájba venni, megforgatni és kiköpni. Ez különösen akkor célszerű eljárás, ha a bírálónak utána még volán mögé kell ülnie. Hát van egy kis porom, amit azért majd koktélformában meg fogok inni, és nem gyelekle bort, úgyhogy ez most ez így lesz. Objektíven lehet azt értékelni akkor is, hogyha az ember csak éppen megjáratja a szájába. Viszont egy-két kávét, egy fél órát pihenek, és akkor azért semmi baj nem lehet. Azt mondják, a hölgyek érzékszervei kicsit máshogy működnek, mint a férfiak. Érvényesül ez a borbírálatban? Hát mindenképp talán a hölgyek azok talán még érzékenyebben veszik az ízeket, a gyümölcsösséget, a könnyedebb borokat talán jobban kedvelik. Én mondjuk személy szerint a rozénak vagyok a híve, tehát a rozéborokat részesítem előnybe, ezek igazi könnyed, gyümölcsös, illatos borok. Mi az, amit nagyon nem szeret egy borban? Hát amit nagyon nem szeretek, ami azért borversenyen most már szerintem egyre kevésbé kerül előtérbe, hogyha valamilyen borhibás, tehát lehet esetleg személy szerint, hogy nekem nem iszik a bor, de attól még az lehet akár egy ezüst aranyérmes bor is. És mi az, amivel mondjuk le lehet venni a lábáról, mi az, amit leginkább keres? Hát én amit leginkább keresek, az a nagyon könnyed, nagyon üde, nagyon illatos, nagyon tiszta ízű fajtára jellemző. Tehát nem csak a technológia jön ki belőle, hanem a fajtára jellemző ízek, de mégis nagyon könnyed, gyümölcsös legyen egy bor. Mindenki saját véleményére kell, hogy alapozzon. Tehát itt minden bort név nélkül csak évjáratot tudunk. Én egy kicsit hiányolom, hogy nem tudjuk a bornak a fajtáját. Tehát jobb szeretve, amikor tudom a fajtáját, úgy gondolom, hogy ez mindenki magára van bízva, hogy ki hogy dönt, de mindig azt mondom, hogy az átlag fogyasztó a legjobban döntő bíráló. A zsűri tagok véleménye az általában egybe szokott esni, vagy előfordulnak nagy különbségek is? Vannak bizonyos borfajták, ahol nagyon nagy szórások előfordulnak, de azt tudom mondani, hogy általában egy belövő bor kóstolása után elég jó egy húrron, tehát közös nevezőre tudunk jutni. A mindenki mindenféle bort tud bírálni, vagy van, aki mondjuk jobban tud vörösbort bírálni, vagy fehéret, vagy talán rozét? Mindenképpen úgy van, tehát ki melyik borféleséghez jobban ért, azokat bírálja. Én például villányi vagyok, tehát sokkal jobban szeretem a,
a vörösborokat, rozéborokat bírálni, tehát számomra például egy tokai borbírálat az kicsit nehéz. Nagyon szeretem őket, de mivel nem vagyok annyira jártas benne, természetesen kevésbé jó a véleményem. Következő vendégünk Hálóné Tápai Anna, a borverseny társadalmi zsűriének tagja és a Borbarát Hölgyek Társaságának is tagja. Jó estét kívánok! Köszönjük. Jó estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a körút nézőit. A társadalmi zsűri az miben különbözik a szakmai zsűritől? Mire van joga, mire nincs joga? Mit csinált a társadalmi zsűri? Hát most már hagyománya van ennek, hogy minden szakmai zsűrizéskor egy társadalmi zsűrit is összeállít a szervező társaság. Ennek tulajdonképpen nagyon fontos szerepe van, hiszen a szakmai zsűri borászokból áll, akik nyilván nem a fogyasztói társadalmat képviselik. A társadalmi zsűri viszont azokból az emberekből, akiknek a borászok készítik a termékeiket. Ezért fontos, hogy a közízlést is képviseltessék egy-egy ilyen fesztiválon, ami nagyon sokszor egybeesik, a végén az összesítéseknél derül ki a szakmai zsűri pontozásával érdekes módon. És hát tulajdonképpen prominens személyeket hívnak meg ebbe a zsűribe. Az én feladatom mindössze annyi, hogy valamikori borászként, nyilván 93 óta már nem gyakorlom ezt a szakmát, mióta Szegedre költöztem, összefogjam és segítsem a munkájukat. A pontozást nyilván ugyanolyan 100 pontos rendszerben végzik, ugyanolyan papíron, ugyanolyan komolysággal. Talán a szubjektív oldala egy kicsit jobban kidomborul a társadalmi zsűrinél a borbírálatnak. A szakmai zsűritől azt kérdeztem, hogy a pontok azok egybeesnek általában nagymértékben, vagy nagymértékben különböznek. És azt mondták, hogy azért úgy nagyjából egybeesnek, a nagy különbségek ritkák. A társadalmi zsűrinél ez hogy van? Ez egymástól a borozók. Eltérően vagy inkább hasonlóan értékelik? Hát vannak kirívó esetek, nyilván, mint mondom, tulajdonképpen a borászoknál a szakmaiság azért 60-70%-ban meghatározza a pontokat. Talán a társadalmi zsűrinél ez fordítva működik, tehát a szakmaiság kevesebb, nyilván a laikus módon már a sajtóból sokan értesülnek a borokról, de akkor is inkább 70%-ban a szubjektivizmus érvényes, tehát ez egy nagyobb hibahatárt is hoz a pontok között. A társadalmi zsűri tagja volt többek között Gyüdi Sándor, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatója, karmester is, és a területe beszélgettünk vele, és azt mondta, hogy ő Szekszárdon született, meg Pécsen nőtt fel, de hogy nem nagyon szokott inni, de azért nagyon aktív volt ott, úgy láttam a zsűribe például ő is. Igen, hát abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy pont egymás mellett bíráltunk, és valóban úgy gondolom, hogy most egy új perspektíva nyílik előtte is, és nekem is említette, hogy két borvidékhez is van köze. Az egyik a Szekszárdi, a másik tehát Pécsen is töltött el egy pár évet, de valóban a vörösborokat kedveli, igazából nem foglalkozott ilyen szinten, és úgy lát, a borokkal, és úgy látom örömmel vett egy-két szakmai tanácsot, és próbálta ezt a kóstolási metodikát követni, amit a szakmaiság előír, és mint matematikus tökéletesen működött, mert ő volt az összesítőnk, úgyhogy... De most ön, mint borász, azért nyilván más a rálátása, mint azoknak nincs ilyen végzettsége. Hogyan ítélte meg ezek a nyilván olyan embereket hívtak meg azért a zsűribe, akik szeretik a bort, vagy valamilyen viszonyban, valamilyen tapasztalataik vannak, de jól értékelték őket, vagy egybeesett az ítéletük inkább a szakmai zsűrinek az álláspontjával nagyjából? Igen, hát mi kevesebb tételt is kóstoltunk, nyilván még a borászok a 30 körüli tétellel birkoztak meg, addig nekünk 14 bor jutott, és a levezető elnök nyilván olyan borokat válogatott össze, ami közelebb áll az általános fogyasztáshoz, tehát volt minden pezsgő, desszertbor, fehérbor, vörösbor kategóriában, és igazából egészen máshogy
beszéltük meg. Tehát a szakmai zsűrinél nem fordul elő a beszélgetés. Nálunk azért volt lehetőség arra, hogy áttárgyaljuk a tételeket. Hát igen, mert a szakmai zsűritagé mind külön asztaloknál ültek, önök meg egy szép nagy asztal. És egybe pontoztunk, tehát aki egészen más véleményt formált, azokat is sikerült meggyőznünk. Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy most ebben az évben először egy gyakorló borász kollega is odaült az asztalunkhoz. A Tóth István ásotthalmi borász, aki nem régen lett a Csongrád megyei hegyközségi tanács elnöke. Ráadásul idevaló, tehát igen, hazai és pályán. Igen, tehát nekem is mondhatnám régi kollega, mert ő is már egy régóta ezzel foglalkozó szakember. Lusztus Imrével arról beszélgettünk, hogy az elmúlt 17 év alatt a Borfesztivál egyik hozadéka volt, hogy egy borfogyasztási kultúra is alakult ki Szegeden. Egyre kulturáltabb a borfogyasztás, egyre szakértőbbek a borkóstolók. Önnek egyébként mi a tapasztalata, hogy az úgynevezett közízlés, vagy a képzetlen embereknek az ízlése, az mennyire esik egybe a szakmai ítélettel? Hát jó kérdés. Szeged ilyen szempontból kiemelt, frekventált város, hiszen a rengeteg fiatal egyetemista meghatározó tényezője nem csak a városnak, hanem a borfesztiválnak is. És örömmel látom én is, mikor baráti társasággal kilátogatok, hogy egyre több fiatal, akár szegedi, akár itt tanuló, más városból való, a standoknál érdeklődik. Már nem csak egy fehér vagy vörös bor, nem csak az ár az érdekes, hanem igazán készítési metodikák iránt is, és ezt mindenképpen jónak tartom, és hát a fesztiválnak ezzel a formáló erejét, ami 17 éven keresztül szerintem nagyon, nagyon sokat tett, hogy kialakuljon a minőségi borfogyasztás. És talán az is egy változás, üdvös változás, hogy elég sok hölgyet is lehet látni már évek óta, tehát nem a férfiaknak a kiváltsága a borfesztivál, hanem családok, társaságok, esetleg hölgytársaságok is jönnek, és ebben gondolom a borbarát hölgyeknek is van némi szerepe. Így van, tehát Szegeden azért már 8 éve működik a Borbarát Hölgyek Dél-Alföldi Társasága. Ennek a klubnak vagy társaságnak az életre hívója Horváth Erzsike volt, aki hát sajnos most már 2-3 éve nem lakik a városunkban, de nyilván olyan szinten sikerült elültetni. De a Borfesztiválon itt volt. Igen, tehát a szakmai, ő szervezte. Szakmai részét ugyanúgy visszahívják, ebből is nyilván a szakmaiság az látszik az Erzsike részéről, és a Borbarát Hölgyek Társaságában is, akik ugye nem gyakorlók, borászok, csak kedvelik az italt, sikerült elültetni ezt úgy, hogy mi azóta is működünk, töretlenül vonulunk a megnyitón, és hát próbálkozunk terjeszteni a kultúrát, borfogyasztást, rendezvényeink vannak, és hívunk borászokat is. Köszönjük szépen, további sikereket kívánunk a Borbarát Hölgyeknek! Köszönöm szépen! Mi az összefüggés egy üvegbor és az augusztusi kajak kenu világbajnokság között? Látszólag semmi, egy közös pont mégis van. A Malatinszki pincészet egyik bora és a VB kabarállata ugyanarra névre hallgat. Úgy hívják őket Eleven, vagy Eleven. A Szegedi Borfesztivál egyik bora most már hivatalosan is kötődik az augusztusi kajakkenu világbajnoksághoz, amiértre az EDF Démás Szeged klubigazgatója Petrovics Kálmán adta meg a választ. A világbajnokokat Szegednek programál a hivatalos bora az Eleven nevű fehérbor, és a kabala figurái pedig az Eleven nevű harcsa. Ők mostantól kezdve együtt próbálnak sikereket elérni az EDF Démás Szeged kajakosaival, kenusaival. A kajakkenu világbajnokságot szimbolizáló első halacskás matricát Petrovics Kálmán helyezte el a Malatinszki pincészet borán. A különös házasság megszületése egy szerencsés véletlennek köszönhető, hiszen a VB hivatalos bora tavaly ősszel szintén egy szavazás után kapta meg az Eleven nevet. Bartolaci barátom pedig, aki egyébként a boraimat képviseli itt Szegeden és Délvidéken, ő pedig összekapcsolta ezt a két dolgot, ő mind a kettőről tudott. Amikor én ezt a bort készítettem, akkor de volt a fejemben egy elképzelés, hogy milyen bort szeretnék. Aztán a bor megszületett, de még nem volt neve. És akkor a kis rajongói körünkhöz fordultunk az interneten, hogy segítsenek nekünk, hogy egy nevet találjunk. És a bornak a lényegi tulajdonságait leírtam, és erre nagyon sok jó ötlet érkezett, igazán azt kell mondjam, hogy sok szuper volt. És aztán az Eleven mellett döntöttünk, hogy ez lesz a legjobb, azért is, mert
az angol piacon is eléggé erősen érdekeltek vagyunk, sok étel megszállítunk, és az Eleven az jól megállja a helyét, mint Eleven is az angol nyelven. Szóval, és kifejezi azt az élénkséget, azt az elevenséget, amit ez a bor megtestesít. Malatinszky Csaba hazánk egyik legismertebb borásza. Egyes források szerint oroszlán része van a magyarországi borkultúra megteremtésében. Ő volt az első sommelier és az első borszakíró. Évekig dolgozott Franciaországban, ottani tapasztalatai alapján a Villányi borvidéken egy új borkészítési stílust honosított meg. Ez a bor egy Sauvignon Blanc és Chardonnay összeállítás, amelynek igazán az volt a készítési koncepciója, hogy egy olyan élénk eleven bort készítsek, amely aromatikus, nagyon élénk savai vannak, legyen ásványos, és ami a legfontosabb, majdnem a végére hagytam, hogy alacsony alkoholtartalom mellett tudja ezeket. És hát ettől egy nagyon mozgékony és nagyon-nagyon eleven bor lett. Nagyszerű, kiváló. Hát itt a borfesztivál alkalmával külön tudom ajánlani, hiszen egy nagyszerű minőségű bor. Én egyébként is fehérboros vagyok, úgyhogy nekem nagyon ízlik. A bor hivatalosan szombaton mutatkozott be a nagy közönségnek. Az LDF Démász háromszoros olimpiai bajnok klasszisa Janics Natasa ezúttal nem kóstolhatott. Ki ne tudná, hogy a kiváló kajakos szeptemberre várja első gyermekét. Én kérdeztem, hogy szereti a borokat, és azt mondta, hogy igen, és hogy szokott borokat inni. Különösen szereti ilyenkor a nyári időben ezeket a nagyon, nagyon könnyű borokat, akár fehér, akár a rozé nagyon közel áll hozzá. És hát, mint ahogy mi sokan, ő sem által néha vízzel keverni bort, de erre én azt is elmondtam, hogy az igazi klasszikus fröccskészítésnek a filozófiája az, hogy először a vizet töltjük, vagy a szódavizet töltjük először a pohárba, és utána töltjük hozzá a bort. Ugye nem a bort vizezzük fel, mert az egy csúnya dolog, hanem a vizet javítjuk fel borra. Malatinszky Csaba és Petrovics Kálmán korábban nem ismerte egymást, az Elevennek is köszönhetően azonban most már van miről beszélgetniük. És a sport az egyébként? Hát én sportoltam, én csináltam. De kajakozni nem kajakoztam. Speciál azt nem csináltam. Speciál pont, nem? Én inkább labdás voltam, tehát kocsisztam. A Kajakenu világbajnokság hivatalos bora, tehát egy Sauvignon Blanc és Chardonnay házasításából álló friss, gyümölcsös, ropogós savú bor, a Malatinszky Eleven lett. Az augusztusi VB alatt hazánk legjobb kajakosain és kenusain is múlik majd, hogy mennyi palaszkodj belőle a Matyéren. Vendégünk Pardi Norbert, a Szegedi Biológiai Kutatóintézet Biokémiai Intézetnek munkatársa és hivatalos borbarát. Köszöntöm itt a szépen. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Előbb lett borbarát és utána biokémikus, vagy fordítva? Hozzávetőlegesen egy időben történt meg. 18 éves volt, amikor felvettek a Szegedi Tudományegyetem biológus szakára, és utána 2-3 év eltévejedés után, ami még szerintem megbocsátható, 21-22 évesen csatlakoztam azoknak a táborához, azoknak a borbarátoknak a táborához, akiket tényleg komolyan érdekel a bor, és minél többet szeretnének kóstolni. Nem feltétlenül a mennyiség, hanem inkább a minőség a lényeg. De azt hiszem, hogy akinek ez a szakmája is, azért azt nem tudja függetleníteni magát attól, hogy szakmai szemmel is vizsgálgassa a borokat. Így van, természetesen én is rögtön utána néztem, hogy végül is akkor mi ez a bor, mert erről nem szoktak beszélni. Tehát ez csak úgy az emberek hisszák, és egészen elképesztő, hogy egy milyen bonyolult anyagról van szó, amely számos vegyületet tartalmaz. Szakmai szempontból is bonyolult? Nem, szakmai szempontból is bonyolult, bár erről a szerves kémikusokat kellene elsőről megkérdezni, ez nem annyira az én szakterületem. De ugye azt mindenki tudja, hogy van benn alkohol, van benn víz, ez ideig még a cukor is van valamennyi, igen. De ezen kívül mi minden teszi a bort borra? Hát több felmérés készült annak meghatározására, hogy a bor az körülbelül milyen összetevőket tartalmaz. A mai napig nem tudták az összes összetevőjét meghatározni, ráadásul az összetevőknek a száma az változik borról borra is. Egy általános ökölszabály azt mondja, hogy körülbelül 800 vegyületből áll, vannak borok, amik kevesebből, vannak, amik többből. Valóban, ahogy az előbb elmondta, az egyik fő összetevője az a víz, a másik
az az alkohol, etil alkohol jó esetben, és ami miatt igazándiból manapság nagyon sokat vizsgálják biokémikusok és élettanászok, és az az, hogy van egy vegyület, számos ilyen típusú vegyület van, ezeket polifenoloknak hívják összefoglaló néven, és ezek közül talán a resveratrol nevezetű az, amelyeket a leginkább vizsgálják. Ez egy antioxidáns hatású anyag, úgyhogy ezt a különböző rákos megbetegedések elleni védelem egyik lehetséges eszközének is tekintik többek között, de mondom, ezt ő a legfőbb komponens, de más ilyen típusú antioxidánsok is vannak, tulajdonképpen, mint a C-vitamin hasonló. Igen, ez régi vita, hogy mennyi, mi az, ami káros, mi az, ami hasznos. A víz az ugye mondhatjuk semlegesnek, az alkohol, az etilalkohol az nagy mennyiségben káros, de kis mennyiségben talán nem annyira. De hogy melyek azok az alkotórészek, vagy mi az az arány, amiben hasznos lehet, és mi mindenre lehet hasznos a bor? Hát valóban így van, az etilalkohol az kis mennyiségben még talán hasznos, pontosan amiatt, hogy ilyen stresszoldó hatású. Értágító hatása is van? Igen, az is van. Akkor az előbb említett polifenol típusú vegyületek azok pontosan az antioxidáns hatás miatt, tehát C-vitamin helyett esetleg lehet bort is inni, nagyon hasonló hatású, és a mérték. Hát a mérték azt nagyon-nagyon nehéz meghatározni, én magam is számos forrásnak utána néztem, hogy tulajdonképpen mi az optimális mérték. Általános dolgokat lehet mondani. Először is általában véve nőknél kisebb mennyiségben javaslott a borokat bevinni, férfiaknál picit magasabb mennyiség is megengedett, de nagyon-nagyon szórnak, gyakorlatilag 1 és 4 deciliter között lehet olvasni. Én azt gondolom, hogy ez testtömegtől is nagyon függ, és egyéntől is, tehát attól is, hogy most ki mennyit bír feldolgozni, anélkül, hogy egészségkárosodást szenvedne. Azt szokták mondani, hogy edzettségi állapottól is, tehát aki gyakorolt borfogyasztó, az többet elbír. Ez valóban megállja a helyét, hogy a szervezet hozzászokik, vagy jobban feldolgozza? Ahhoz bizonyára hozzászokik, hogy nagyobb mennyiségű alkoholt kell ahhoz elfogyasztani, hogy esetleg egy kicsit becsicsentsen, de nem vagyok benne biztos, hogy a májnak, sőt, biztos vagyok benne, hogy ettől függetlenül a mája az nem szokik hozzá. Tehát az attól, hogy nagyobb mennyiségű alkoholt iszunk és rendszeresen, én szerintem az károsítja a májat. Hát a májra az káros mindenhogyan. Például. Hát ez rossz hír. Na most a másik fontos összetevője a bornak a sav, ugye? Így és van. A fehér borokban egy kicsit több, a vörös borokban azt mondja, kevesebb sav van átlagosan. És hát van, aki mondjuk ezt is nehezen bírja, akinek aki erre kényes, annak inkább vörös bort kell inni. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Tehát én számos olyan emberrel találkoztam, aki elé oda toltam egy pohár száraz fehérbort, és azt mondta, sőt, akár száraz vöröset is, és azt mondta, hogy hát ő ezt nem tudja meginni, mert érzékeny a savakra. Ezzel szemben, mikor oda toltam neki egy pohár tokai aszút, amelyben sokkal több a sav, mint a legtöbb száraz fehér vagy vörösborban, rögtön azt mondta, hogy hát ez való neki, és ettől aztán nem lesz semmi baj, nem megy fel a sava, úgymond. Úgyhogy ezekkel is szerintem azért óvatosan kell bánni, ezekkel a típusú mondatokkal. Mondjuk a vegyelemzésnél tartunk, ugye, hogyha a sav az úgy magában van, és nincs megfelelő íz, zamatanyag, szárazanyag tartalom, akkor sokkal jobban érzékeli az ember. Így van, pontosan erről van szó. Tehát az, hogy egy bort mennyire érzünk savasnak, az úgymond a bor testétől nagyon nagy mértékben függ, tehát egy nagy testű borban sokkal több savat sem érzünk zavarónak. Ugye a bornak van egy nagyon jó tartósító anyaga, ez az alkohol, de a sav legalább ilyen fontos, abból a szempontból, hogy stabil maradjon a szerkezete, és azt mondták a középkorban, hogy két világhírű magyar bor volt a tokai, meg a somlai, mert annak volt annyi savtartalma, hogy lehetett szállítani az akkori körülmények között. Így van. Ezzel egyetértek, ez valóban így van. Most már azért szerencsére mind a 22 magyar borvidéken lehet remek borokat találni, bár ez azt hiszem, hogy nem nagyon lehet vitatárgya, hogy a tokai a magyar zászlós hajó. Na most azt hiszem, a kutató azért nem ezekkel a táblázatokkal jön ki ide bort kóstolni. Mit keres a borfesztiválon, és melyek a kedvenc borfajtái, vagy milyen típusú borokat szeretek jobban? Minden bort szeretek, ami jól el van készítve, tehát én nagyon szívesen megiszok egy rozét, egy száraz fehéret, egy vörös bort, egy édes fehéret is. Úgy gondolom, hogy amikor az ember kijön egy ilyen viszonylag nagyméretű fesztivál, mint ami a Szeged is, ahol több mint 100 borászat van, egészen biztos, hogy mindenki megtalálja magának valót, úgyhogy én tényleg csak erre tudok biztatni mindenkit, hogy jöjjön ki és mértékkel fogyasszon. Kutatóként Amerikába készül, igen. Melyik részére az országnak, és ott milyen bort készítenek? Az USA-nak a keleti partjára készülök, Pennsylvania államban, Philadelphia városban. Ez gyakorlatilag Washington és New York között helyezkedik el. Hát nem a borászati paradicsomról híres, ugyanis az USA bortermelésének több mint 90% az Kalifornia államban van, nyugati part, és a maradéknak is jelentős része az Oregon, illetve Washington államban, szintén a nyugati part, de
azért a keleti parton is már utána néztem, és készülnek jó borok. Elsőbb a fehér borok a nagy tavak környékén. Vagy például a West Coaston, ott a Missouri, meg Mississippi államban én ott jártam, ott egészen jó borokat lehetett ott. De azok helyi borok voltak? Igen, azt hiszem azok helyi borok voltak. Meg hát ott lehet utazni, tehát elképzelhető. Erről van szó, persze. Belefér majd egy Kalifornia. Igyekszem. És akkor most itt is majd körben, már volt már körbenézett, vagy még előtt áll? Az igazság, hogy nem. Tehát pénteken elutaztam, és ma jöttem vissza egy 10 perc előtt érkeztem meg Budapestről. Hát akkor nem tartjuk föl tovább, és akkor nézzen körbe. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt. Mi pedig két másik régi borászt mutatunk meg, akik már évek óta itt vannak a Szegedi Borfesztiválon. Szerencsén vagyunk, Toka egy a nyugati kapuja, igazából onnan kell bemenni Toka egy aljára Szerencsről, de a területeink mondjuk megtaláltuk Márdon, Táján és Szerencsén a szülőterületeink. Van-e különbség az egyes termőterületek között ilyen kis területen belül? Természetesen van, valahol savasabb bort lehet előállítani, vagy nem annyira erős savakkal rendelkezik, mint például mi részünk, mondjuk Tája Mád, nem annyira savas a borokat lehet készíteni, mint mondjuk Tolcsván vagy Tarcalon, de mondhatnám a Hercegkútot, meg nagyon jó muskotályokat lehet készíteni, vagy Szerencse. Tehát Szerencs és Hercegkútot, meg nagyon jó muskotály termővidék. A tokai borvidéknek meglehetősen hagyományos a fajta kínálata és a termékei. Az önök pincészetének mi a különlegessége? Nekünk van a késésszületelési furmintunk, amit nagyon kiemelünk. 2003 óta készítjük ezt a fajtánkat. Ez egy friss, üde, gyümölcsös bor. Ez egy reduktív eljárással készül. Nagyon szeretik az emberek, tehát ez nem egy markáns, erős bor, mint mondjuk az asszú bor, hanem most már ezt szeretik, ezt vettük észre, hogy a piacon egyre többen ezt keresik. Mi ezt készítjük, igazából aranyérmeket hoz el. Nagyon büszkék vagyunk rá, most már ezt testvéremmel készítjük, tehát már ezt a részt már mi végezzük. Van-e külön ízlése a szegedi borfogyasztóknak? Melyik borokat kedvelik a legjobban? Természetesen van mindenütt. Most igazából észrevettük, hogy ezt a késésszületelési furmintunkat, a sárga muskotályt, vagy az édesszomorú, vagy három putonyos. Tehát ezeket nagyon szeretik és kedvelik. Persze az édesebb borokat szeretik, de ahogy mondom, van nagyon jó száraz boraink is, de általában az édes borokat szeretik itt. Itt van a dobozban egy 72-es asszú eszencia. Mit kell tudni erről az évjáratról? 72-ben volt az évszárad asszú termése. Legnagyobb mennyiség és legjobb minőség volt abban az időben. Igazából én még nem éltem abban az időben, hanem a borászoktól hallottam, és ők meséltek erről az évjáratról. Elég annyi asszú szem volt, hogy nem tudták már a saját tokahegyi emberek, nem tudták leszenni, különböző falvakból jöttek, mint például Taktaharkány vagy Gönc, több településre jöttek és szedték le az asszuszemeket. Még annyit kell róla tudni, hogy ez a világon, azért Amerikában 1996-ban a világ legjobb édesborának választották, tehát díjakat is nyert, azért van azért ennyire drága, és ezért kerül ennyire sokba. Az Imrehegyi dűnék napsütötte homokos területeiről hozta el Szegedre Béla Zoltán azokat a borokat, melyeket 40 évet családi gazdaságban termelnek. Nagyon fontos az a tudás, hogy nekem nem föltétlen kell az Alföldön nagy testes vörös borokat készíteni, például legyek ezzel tisztában. Fontos az, hogy azért kipróbáljam azt, hogy milyen borokat, milyen finom vörös borokat tudok készíteni, de nem ez a fő csapás irány mondjuk a borászatunk tevékenységében. Sokkal inkább azt gondolom, hogy a gyümölcsös fehérborok, a muskotáj illatú, vagy az illatosabb fehérborok, amik úgy gondolom, hogy aminek jobb hazája lehet ugye a borvidékünk, meg a hazája is a borvidékünk, a könnyű, finom nyári üdítő fehérborok, a rozéborok,
és a primer vörös borok. Én ezekben a borokban hiszek. A borászatunknak az egyik büszkesége, vagy a legfőbb büszkesége a nektárfajta, és ennek is a késői születelésű változata. Általában egy kisebb részből, kisebb termésből készítünk száraz bort, és a többiből pedig késői születelésűt. Ez a fajta hungarikum, és az országban is egy kevésbé elterjedt, de egy magyar nemesítésű fajta. Csodaszép illata van, a színe aranyló, az amata rengeteg gyümölcsösséget és az asszalgyümölcsöknek az illatait mutatja. Úgy gondolom, hogy maga nemében egy különlegesség. A 2009-es Nektár egy brüsszeli borversenyen aranyérmes lett. Persze nem ez az egyetlen díjnyertes bor, amellyel a Béla pincészet érkezett. 1000 jó bor is ebben az évben, és az elmúlt évben egész pontosan kövérinkából is készítettünk. Már nem sokat, de néhány száz litert, hogy hogyan tudunk vele boldogulni, telepítettünk is. A nektár száraz bort szintén elhoztuk, ami úgy gondolom, hogy egy, ahogy említettem is már, egy nagyon szép, parfümös, gyöngyvirágos, fréziás illatú, nagyon finom savakkal támogatott bor. Gondolom maga nemében egy különlegesség. A Riesling, amivel tavaly a Vinagórán ezüstérmet nyertünk, ezt hoztuk, ez is egy, ami mondjuk a borvidékünknek a szerintem egy reménysége lehet. Ugye Rajnai Riesling, Olasz Riesling, vannak biztos olyan borvidékek, ahol hagyományosan az Olasz Riesling jobban érzi magát, vagy más típusú, inkább azt mondja, hogy más jellegű bort ad. Mi ebben a két fajtában hiszünk, kevésbé a Chardonnay-ban, vagy más egyéb olyan világfajtában. És ami fontos, hogy a kék frankos rozé. A mi borvidékünknek, én úgy gondolom, egyik kitörési pontja a rozé, és ugye a kék frankos bor rendkívül gyümölcsös, üde, nagyon finom savú, a rozét lehet készíteni. A Béla borászat nedűjeit a 115-ös tannál kóstolhatják meg. Két borász a vendégem itt a Széchenyi téren, akik kiállítók és díjat is nyertek. Köszöntöm Szőke Tibort, a Kiskunvalasi Szőke pincészettől, valamint Gála Antalt, a Tringa pincészet szexuális tulajdonosát. Jó estét kívánok! Üdvözöljük a nézőket! Jó estét kívánok! Kicsit az ágazatról és a borról szeretnénk beszélni önökkel. Azt mondják, hogy a borászok azok hajlamosak panaszkodni. Valóban panaszra van alkalom? Bár mondjuk a múlt év egy kicsit panaszra adhatott alkalmat, különösen a vörösborok tekintetében. Hát igen, ugye a tavalyi év, azt gondolom, mint ahogy a kedves nézők az egész év folyamán látták, nem csak a szőlészetben, borászatban, hanem az egész mezőgazdaságban, illetve sok esetben nem csak a mezőgazdaságban, hanem elég sok lakossági kárt okozott a rengeteg eső. Hát ugye, hát ez nem csak vörös bort érintette sajnos, hanem az összes szőlőfajtát, összes borvidéken, mert ugye nem tudom mi a hivatalos statisztika, de ilyen körülbelül ilyen 40%-a lett annak a termésnek, ami általában éves szinten szokványos. Ez volt az egyik probléma. A másik pedig az, hogy a musfogok nagyon gyengék voltak ugye a sok eső miatt. Viszont a Borfesztivál zsűri arról beszélt, hogy nagyon szép fehér borok születtek a furcsa körülmények között, különösen az Alföldön. Igen, ezt akartam hozzátenni, hogy amellett pedig meg kell említeni, hogy idén az a borász nyert, aki a vörös borból nagyon szép rozét tudott készíteni, erre lehetőség meg volt, illetve a fehér borok között is sikerült szerencsére nagyon szép fehér borokat alkotni. Tehát akkor azt elmondhatjuk, hogy most mondjuk a szőlész az ugye kevesebbet tudott tenni, de és most a borászra sokkal nagyobb felelősség hárult, vagy több mindent kellett úgymond művészkedni a borokkal? Hát én igazából erre azért nem tudok korrekt választ adni, mert én a tavalyi évet azt kihagytam. Tehát, tehát nekem, én is csak rozébort készítettem, és a vörös bort. Egyáltalán nem is készített rozét? Abszolút nem. Villányi termelők. A Polgár Zoltán azt mondta, hogy ő sokkal több rozét készített. Hát én nem készítettem többet, inkább kevesebb lett, mert kevesebb lett, tehát kevés volt a termés önmagában is. De a vörös bor kategóriát azt teljesen kihagytam, tehát nekem 2010-es vörös borom nincsen. De mondjuk nekem van annyi tartalékom a korábbi jó évjáratból, hogy ezt az egy hibás évet azt én át tudom vészelni. Hát reméljük az idei év az kegyesebb lesz hozzánk, és akkor így azt a múlt évvel hiányt azt tudjuk pótolni. Többet kell borászkodni az Alföldön? Igazából a szőlészeti szempontból ez most idén, illetve tavalyi évben úgy működött, hogy inkább termésmentés volt, mert a rothadástól egyszerűen meg kellett menteni a szőlőket, de szerencsére fehér borban
és rozéban, ahogy említettem, sikerült szépeket alkotni, vörösbe pedig tényleg hozzá kellett elég sokat tenni ahhoz, hogy egy szép minőségi vörösborokat lehessen alkotni az ide a tavaly évben. Azt szokták mondani, hogy egy jó borásznak három termése van, egy a tőkén, egy a pincébe, egy meg a bankba. Na most Gálantal azt mondta, hogy ő azért ehhez közeli állapotban van, és így tudja átviselni ezt a rosszabb évet. Hány borász rendelkezik ilyen hármas tőkével vajon? Ebben így nem teljesen tudok reális választ adni. Szerencsére vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogy a pénzügy részével nem él foglalkozom, édesapámmal együtt visszük a céget. Én inkább a borászatban és az őrészetben próbálok érvényesülni, illetve vagyok olyan szerencsés helyzetben, hogy alkotási készségeimet is ki tudom meríteni a cégem belül. Úgyhogy pénzügy része valószínűleg tényleg így van, és akkor teljes a borásznak is a kép, és természetesen a kedves fogyasztó is akkor tud megfelelő terméket, illetve saját meg az illő terméket magához venni és fogyasztani, hogyha ez a hármas egység megvan. Mekkora tartalékai vannak a borászatoknak? Hát mondjuk az sajnos nálam is hiányzik, hogy egy a bankban. Tehát az a része az nincs meg, inkább azt mondanám, hogy van annyi borkészletem, ami úgy viszonylag elegendő. Hát ha megfelelő piacom lenne, még nekem azért ez nincs megfelelően kialakulva, akkor talán ez a része működne. De ugye a borászatban az a probléma, hogy nagyon tőkeigényes vállalkozás, és ugye, mint tudjuk, nem csak a borászat, hanem általában a magyar vállalkozási szektor az viszonylag tőkeszegény. És azt gondolom, a borászat ugye olyan infrastruktúrális, meg gép, meg ingatlan igénye van, ugye itt gondolok a pincére, feldolgozó, stb., ami nagyon tőkeigényes. Most ezt, amire valaki eljut odáig, hogy minden meglegyen, addig elég sokat kell küzdeni, elég sok bort kell eladnia. A borászok mindig a marketingre szoktak panaszkodni, hogy azt hiányolják, hogy a magyar bornak valami egységes marketing kellene elsősorban külföldön. Most itt változások is voltak, mennyiben javult itt a helyzet? Most, ahogy itt körbenézünk, nagyban változott a helyzet, mert hogy most idén jelent meg először ez a Magyar Bor Mindenkor kampány itt a Szegedi Borfesztivál keretein belül. Én ezt mindenképpen üdvözlöm, és nagyon örülök. Ez egy belföldre szánt kampány főleg? Abszolút belföldre, illetve azt kell mondjam, hogy inkább belföldre szánt kampány, amellett kinti fesztiválokon is ugyanígy próbálja promotálni a magyar bort, akár Franciaországban, akár az Európai Unión belül, akárhol. Amellett én úgy hiszem, hogy jó irányba halad ez a dolog. Megvan rá a szervezet, megvan rá a tőke. Úgy gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy a jövőben egy 5-10 éven belül a magyar bor jó útra térjen. Gálantal két mondat. Hát én azt gondolom, hogy talán jobban kéne inkább a belföldi piacra koncentrálni, és itt most arra gondolok, hogy inkább arra a szegmensre, hogy magyarok magyar bort igyanak lehetőleg. Ugye elég sok olyan bor van, ami külföldön be. Mondom, borhiány igazából nincsen Magyarországon. Tehát azt a tudatot kéne erősíteni inkább, hogy Magyarországon minél többen magyar bort igyanak. Főleg az alsó és a közép kategóriában, mert ha drága, jó minőségű bort behoznak, az nem olyan nagy probléma. Hát az nem olyan probléma, de én most ezt az összes, összes szegmensre értettem. Na most itt van két díjazott bor, van egy halasi rozé, mit kell tudni erről a borról, és kiknek ajánlja a termelője? Igazából a halasi rozét bárkinek tudom ajánlani. Itt szerencsére a borfesztivál keretein belül is ezt viszik a legtöbben. Ő egyébként mi a karaktere, vagy mi az, ami miatt ilyen népszerű? Ez egy kiskunas kék frankos rozé, és most idén, illetve hát a 2010-es évben sikerült először flotáló gépet eszközölnünk ezen a muston. Szóval amikor leszületeltük a kék frankos szőlőt, akkor a mustot, utána a flotál egy ilyen must tisztításon vittük keresztül. Ez a flotálás a must tisztítás? Igen. Ez egy must tisztítási folyamat. Ezt én csináltam, és ennek így nagyon örülök, hogy végül is megvan a hozadéka. Egy nagyon szép rozét sikerült szerintem összehozni belőle, és szerencsére a borfesztivál borversenyén is értékelték ezt a pluszt, amit sikerült bele kihozni. A Tringa pincészetnek a bora, Féton, az egy vörös bor, egy merőben más jellegű. Hát igen, ugye ez a Féton összetételében egyébként egy kétharmad merlő, egyharmad Cabernet Sauvignon, évjáratban 2008-as. Ugye hát ha visszatekintünk az elmúlt évekre, az előbb ugye a 10-ről már beszéltünk, hogy az eléggé ilyen betlis év volt. Hát ugye a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es év az viszont átlagon felül évek voltak, legalábbis a szexári borvidéken. És különösen a vörösbor, a kékszőlő fajtákra jó. Igen, hát ez a bor, mint említettem, egy olyan kétharmad rész merlő, egyharmad rész Cabernet Sauvignon. Körülbelül két évet érlelődött hordóba, és utána került palacba.
Hát ez ilyen viszonylag magas minőségű, 1 kiló per tőkés hozamú alapanyagból lett erjesztve. 1 kiló szőlőt szedtek le egy tőkéről? Igen. És mennyit lehetne leszedni, ha hagynák teremni? Hát az ugye fajtája válogatja, de vannak olyan tőkék, vannak olyan szőlőfajták, ahol akár 10-et is. Igen. De ilyen 3-4-5-öt az szinte bármelyik tőkérő. Hát nyilván, hogyha egy tőkérő kisebb... Világos, csak az arányszámot kérdeztem, hogy azért a minőség igen. Tehát akár 5-szer ennyit is. Az most megkérjük Szőke Tibort, hogy töltse ki ezt a rozét, és akkor szemléljük meg, hogy milyen, megillatoljuk. Önnek szólt? Igen, igen, köszönöm, hogy gondolom a gazdája ismeri, neki nem kell annyira ismerkedni vele. Akkor mi megillatoljuk, és megnézzük a színét. Annyit kell tudni róla, hogy inkább a gyümölcsösség az, amire próbáltuk a hangsúlyt fektetni, szóval ez nem egy reduktív bor, ez egy friss gyümölcsös oxidatív. Fordítva igen, szóval nem egy oxidatív bor, hanem ez egy friss gyümölcsös reduktív bor, és az Alföldre jellemzően próbáltuk ezeket a jellemzőit, ezeket a pozitív értékeit kihozni belőle, magából a szőlőből és a mustból. Hát akkor örülünk, hogy eljöttek hozzánk, gratulálunk a díjakhoz, és még további jó borfesztivált kívánunk, még több nap hátra van a borfesztiválból. Köszönjük. Kedves nézőink, önök a körutat látták, ezúttal innen a Széchenyi térről. Ezzel a műsorunkkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Ha rám hallgatnak, addig még kilátogatnak ide a borfesztiválra. Viszontlátásra!